a holisztikus magyar népi orvoslás hagyományairól és a mai alkalmazhatóságáról fogok beszélgetni két vendégemmel, Bernád Ilonával, akit nagyon-nagyon köszöntök, és kérek egy nagy tapsot, mert nagyon messziről jöttem. Marosvásárhelyről jött, és ő szülésznő, meg sok minden más. És Bíró Lajos, ő meg néprajzkutató, ő meg Debrecenből jött, de mind a ketten nagyon sokat tesznek az ősi múltunk és az ősi tudás visszahozásáért, hogy fönnmaradjon, újra alkalmazni tudjuk, és hát erről fogunk most beszélgetni. Nagy sóhaj volt, úgyhogy előbb átadom neked a mikrofont, Ilona. Hát kezdjél bele! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Engem tegezhetnek, és azzal a jó hírrel kezdem, hogy hála Istennek ezt még élik. A Kárpát-medencében, Morvában vannak olyan helyek, ahol teljesen a hagyományos életmód szerint élnek. Hát mondjuk Moldvában persze van villany, televízió, stb. De az idősek és a középrendűek még ezt élik. Valamint a Kárpát-medencének vannak olyan vidékei, és egy párat felsorolok közülük. Zoboralja, Felvidék, tehát Csallóköz, Bodrogköz, délvidékről Horvátszlavónia, Délbaranya, Szerbiában a bukujnai székelyek, Erdélyben, a mezőségen, Balcaságon, Máramarosban, Szatmárban, Székelyföldön és a leginkább Moldvában. És egyszer egy csiki asszonnyal beszélgettem, és azt mondja, hogy a falunak megvolt mindene. A bírója, a bábasszonya, a gyógyítója, a papja, ugye egy önrendelkező, egy önellátó közösség volt, és sajnos éppen ez vesztődött el, és örömmel látom azt, hogy próbálkozások vannak, sikerek, és én úgy gondolom, hogy amiben mi beleszülettünk magyarok, azt mi nem szabadna sem hanyagoljuk, sem lebecsüljük, sem elfeledjük, ugyanis pontosan ez a hagyomány tartotta nemzetünket Trianonig gyarapodónak és egészségesnek. És itt mondanám el a nagyon fontos mondatot, hogy ez nem hibátlan. Tehát a magyar népi orvoslásnak is vannak hibái, rossz módszerei, ugyanígy a bábaságnak, de úgy gondolom, hogy ez a hagyomány, amit Hamas Béla, legnagyobb magyar tradicionalista filozófus azt mondja, hogy a hagyomány a tudás őre, és a tudás az isteni kinyilatkoztatásból ered. Tehát az a gyönyörű örökség, gazdagság, amelyet mi a jó Istentől kaptunk, és amelyeket évezredeken keresztül veszítettünk is, de gyarapítottuk, én úgy gondolom, hogy ez az alapja az életünknek. Min alapult a magyar falu, és pontosabban a rendtartó, magyar falu, a rendtartó Székely falu élete? Az isteni és a természeti renden. Ezt elválták a közösségtől, elválták az egyéntől, és hogyha valamilyen betegség volt, vagy akár a születésnél is, és én úgy gondolom, hogy a mai társadalmunknak, nemzetünknek sajnos lehet, hogy nagyon durvát, keményet fogok mondani, de azt látom, hogy a születésnél romlik el. De hogyha régen elromlott, akkor azt kijavították egy szertartással, a jelképes újjászületéssel. És hogy mit lehet mondani egy mondatban, és nem szeretnék elrabolni az időt tőled sem, Lajos, tehát ami a legfontosabb elmondandó az, hogy ez egy holisztikus tudás, ugye hát ma ilyen tudományos modern szóval mondjuk, de magyarul úgy képezzük le, hogy egészség, egészség, szellem, lélek, elmevilág, test, közösség, család,
ez egy összetett dolog, és erre figyelt a magyar ember, és majd aztán, mikor még megint átveszem a szót, majd akkor beszélnék arról, hogy engem mi motivált arra, hogy nagyon sokszor összeálltam a Kárpát-medencét, Morvát, valamint ahol magyarok élnek a nagyvilágban. Több mint 40 országban jártam, szintén kutattam, úgyhogy én összesen eddig 50-ben, és azt is kutatom, hogy a magyar hagyományos orvoslás, amelyhez a táltos gyógyászat is hozzátartozik, de nem amit ma Magyarországon művelnek, hogy ez hogyan kapcsolódik a világ összes hagyományos orvoslásához. És minket a legősibb réteg köt össze. Tehát az az értéke a orvoslásunknak, hogy az egész ember szemléli, és én eddig több mint 1200 emberrel beszélgettem el, ősbábák, időszülésznők, fövesek, kenők, csontakok, falun élő emberek, faluról elszámazott emberek, és az a nagy értéke ennek, hogy ők elmondják, hogy mik a betegségek okai. Ezt én megkérdezem, és az a csodálatos, hogy elmondják, hogy szellemi oka van, lelki oka van, gondolkodásbeli, életmódbeli oka. És azért nagyon szép és értékes a mi orvoslásunk és a világ összes hagyományos orvoslása, mert az egész ember szemléli, gyógyítja kétféle módon, szertartásosan, tehát ez a szellemi, lelki gyógyítás, a gyógyító szertartások, a legősibb pszichoterápiai módszerek, valamint észszerű, racionális gyógymódokkal, és ez egy világ. Tehát nem csak a gyógynövénygyógyászat, majd később felsorolom, tehát ez egy világ, úgyhogy a magyar embernek a tudás, az őstudás, és persze a gyógyító egyéniségek meg a tudása, és az egész világ, környező világa a gyógyszertára. Hát nagyon köszönöm, most átadjuk Lajosnak. Köszönöm szépen. Hát én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és itt csatlakozva az Ilona által elmondottakhoz, nem sok mindent tudok ugyan hozzátenni, csak kiegészíteném azzal, hogy valóban a őseink szemléletében teljes mértékben érvényesült ugye ez a holisztikus és az egészet tekintő látásmód. Hát erre két példát hoznék fel. Az egyik az, hogy a régi javasaink vagy táltosaink, gyógyítóink is egy személyben voltak papok és orvosok, tehát nem váltak külön a szent foglalkozások valaha. Ugye nem úgy tekintjük, hogy hát ez egy szakma, ugye, hogy valaki mondjuk lelkész vagy pap, de ez nem tud gyógyítani, és nem foglalkoznak azzal, mert hivatásból sem, vagy nem is értenek hozzá általában, akkor az orvos az csak egy ugye, szakorvos, olyan specialista, de szinte tiltott például egy orvosnak a beteghez, hogy személyes viszonya alakuljon ki, tehát hogy akár szeretettel forduljon, vagy együttérzéssel valaki felé, szinte tanítják, hogy nem szabad. Tehát lehet-e szeretet nélkül gyógyítani? Tehát a lelki tényezőket említettük, hogy egy ember ugye nem csak test, hanem lélekből és szellemből is áll, tehát különböző dimenziói vannak, úgy mondjam, különböző szférái, és ezért a gyógyulás is mindig nem csak testi síkon zajlik, tehát nem lehet, mint ma kizárólag testi szinten kezelni valakit, mint a kijavítanánk valamiféle gépezetet, nem? Szóval ez a hibája a mai a holisztikus szemléletű, teljesen elrugaszkodott orvostudománynak, hogy az ember nem mint egészet szemlélés kezeli, hanem valahogy eltárgyasítva, lelketlen módon. Ott nem lehet igazán. Tehát a biztos vagyok benne, hogy valóban a gyógyuláshoz kell akár erkölcsi jobbulás is, mert hogy a betegségek okai között, ahogy Ilona elsorolta, lehetnek legkülönbözőbb szellemi, erkölcsi, életmódbeli és más okok, vagy ezek együttese. Tehát, hogy több síkon kell folyjon a gyógyítás is. Akár szellemi javulás révén, mondjuk, hogy valaki emelkedik szellemi szinten, gondoljuk az igazság megismerésére, tehát a metafizikai szintre kéne emelkedni, ugye a fizikai szintről, és az igazság és egészség szavaink sem véletlenül csengnek egybe. Hát az egészséges, aki egész, de aki igaz is, tehát valamilyen módon az épséggel és a teljességgel ugye az igazság is összefügg.
és bármilyen furcsának hangzik lehet ez ma, de hát ezek mindenképpen fontosak tehát a gyógyászatban, és valóban ezek az eredeti gyógyítóink azért foglalkoztak ugye az Isten, nem is Isten kereséssel, talán nem is jó kifejezés, hanem az Istennel való kapcsolatot ők tartották tulajdonképpen a nép táltosai fönn, tehát közvetítettek az ég és a föld között, a nép és az Istenek közt, akár a boldogasszony és a nép között, mert hát ugye így tudták magát a gyógyítás titkait is birtokolni és megismerni. Tehát ezek nem választhatók külön. Nagyon örülök, mert pont ezt szerettem volna kérdezni tőled, hogy majd a táltosokról is azért egy pár szót szólj, de most visszaadjuk Ilonának a szót, hogy folytassa, amit elkezdett, mert mondtad, hogy akkor részletezett. Igen. Ugye hát mindig betegekről beszélünk, tehát a magyar népi orvoslás az egy személyre szóló orvoslás, és teljesen beleilleszkedett a hétköznapokban. Tehát ugye, ahogy hozta az élet, úgy történt a gyógyítás, és ez a tudás mindenkié volt. Sőt, még a szülés körüli teendők is a mindenkié voltak, mert a legtöbbször nem is bába asszony volt a vajudóval, a szülő édesanyával, hanem az asszonytársa, a szomszédasszony, sógorasszony, nagymama. És még azért egy fontos gondolatot mondanék, hogy nem szeretném az orvostudománynak a szerepét csökkenteni. Tehát ugye megvan, én tisztelem, megvannak a vívmányai, a jó dolgai, viszont azt látom, hogy a mai időben nem nagyon van idő, hogy a beteggel beszélgessünk, ráhangolódjunk, együtt érezzünk, és hát ugye tudjuk, hogy milyen fogyasztói társadalomban élünk, és mindig szerekben, gyógyszerekben gondolkodnak a sajnos. De hát tudjuk, hogy vannak orvostermészetgyógyászok, van kivétel is. Tehát én nem szeretném, ha kettő egymás ellen lenne, én úgy gondolom, hogy az lenne a megoldás, hogy kiegészítsük egymást, szerintem. És hogy ez milyen tágtudás, ez attól függött, hogy milyen eset, milyen helyzet volt. Kisebb betegség, nagy betegség, újszülött csecsemő, kisgyermek, asszony, leánygyermek, férfi, idős, tehát ugye ki volt beteg, és hogy milyen betegség volt. Na most azt figyeltem meg, hogy a moldvai magyarok, a csánkok, ők a legnagyobb gyógyító művészek, a legnagyobb varázslók, a szellemi gyógyítást ők gyakorolják a legjobban, mert ők még azt is megfigyeltem, hogy van, amikor még teát se isznak, hanem imádkoznak, ráolvasnak, gyógyító szertartást végeznek, esetleg feredőt, gyógynövényfürdőt vesznek, és úgy moldvától innen aztán kezdődik a holisztikus, tehát a szellemet gyógyítsák, a lelket, a testet. Na most mik az eszközök? Ugye nagyon fontos a szeretet, és én azt mondom, hogy azért megéri 2 percet, hogy varázs mondatokat mondjak a szeretetről. Hát abásfalvi székelyföldi nagymamával beszélgettem, és azt mondja, hogy amikor az unokáim betegek, akkor én összetöröm a fokhagymát, beadom nekik, ecetes vizes ruha, reszel krumpli, reszel burgonya, kezükre, lábukra, és dédelgetem őket, és szeretgetem őket. És azt szokta mondani a menyem, hogy anyu, maga a legjobb orvos. Betegségok. Udvarhelyi fiatalasszony, aki azt mondja, hogy én megfigyeltem, hogy kislánykoromban akkor lettem mindig beteg, amikor a szüleim a legjobban el volt a foglalva, nem volt idejük velem törődni, és nekem akkor gyorsan megfájdult a hasam, gyorsan belázasodtam, az ágyban voltam, édesanyámnak kénytelen volt engem ápolni, és megéreztem, hogy engem is szeretnek. De a mélységét ennek egy moldvai magyarasszony algyalányban Ádám Mária fogalmazta meg, aki azt mondta 2000-ben nekem kérdésemre, hogy
mit tett azért, hogy a gyermekeit ne bántsák a rosszak? Ugyanis Moldvában nem kérdezheted meg úgy, hogy mit tett azért, hogy gyermekei ne legyenek betegek, mert ők az ősi, pneumatikus világkép szerint élnek és gyógyítanak, és azt mondta, semmit. Szerettem őket úgy, hogy kellett. Szerettem őket úgy, hogy kellett. Na most szint megint Hamvas Bélát idézem, aki azt mondja, hogy a hagyományban élő ember ismerte a teremtő ős szónak a két mozzanatát. A pneumának, vagyis a szellemnek, a léleknek a kiáradását, és a szeretet szellemének a kiáradását. Tehát nagyon sokat lehet erről beszélni. Én csak a szellemi lelki gyógyításról egy órát szoktam az én eladásra, mert általában másfél órát ahhoz, hogy épkézzel beadást tartsak. De most már csak felsorolom, ugye, mert igen, mert itt nincs hogy erre idő, persze, de van lehetőség, hogyha ezt befejeztük, igen, akkor egy külön terembe folytathatjátok. Jó. Tehát erre van lehetőség, mert fönt van egy boldog terem, ahol erre ezt lehet megtenni. Jó, tehát most ezt így tudjuk folytatni. Te így figyellek tovább is. Igen. Tehát csak felsorolnám, és ennek az alapgondolatát szintén egy moldvai csángó asszony mondta el, a legelső ő az adatközlőknek a levetítésében, és Gyurkáné Demse Kati Dénivel beszélgettem 2003-ban, külső Rekecsénben, Moldvában. És kérdeztem, hogy Kati néni, honnan jönnek a betegségek? És azt mondta, hogy a bajból. És hát én kérdezőmániás vagyok, mert megkérdeztem, hogy honnan jön a baj. És azt mondta, hogy a bűneinkből. És mi úgy gyógyítunk, hogy imádkozunk. Vagyis deszkünk állunk, ugye, tehát a gyógyításnak, a gyógyító varázslásnak a legősibb formája a szertartás keretében. A deszkünk állunk, ráolvasunk, ráimádkozunk. Tehát felsorolnám a módszereket. Gyógyítószertartások, ebben az imádság, tehát az archaikus imádságok, ebben a lehellet, mert elfújja a fejét, ugye? Tehát szintén tártas gyógyászat, a számok, a ritmus, sokszor az eszközök, ugye a víz, a szén, akkor ehhez kapcsolódik a szimbólumterápia, mert hogy ugye keresztet vetne, ehhez kapcsolódik a felajánlás, tehát ugye a természetgyógyászatot tanítanak, és sokszor olyan komplikált módszereket, hogy hogyan véd le magadat, ugye, amik mielőtt neki fognánk gyógyítani. Tudják, hogy védik le a moldvai magyarok magukat? Hogy elmondják a felajánló imádságot, ami egy nagyon rövid ima. Ezzel megkapja az áldást, le van védve, és ő már mint csatorna működik. Akkor ebben a gyógyító szertartásokban benne vannak a színek, benne van a ritmus, benne van a jelképes újjászületés, benne van a meghallgatás, megvigasztalás, a pozitív mentális állapot, a hangolás, tehát visszaadják a reménységet, hogy te meggyógyulsz, de nagyon fontos a népi orvoslásban a betegségtudatnak a csökkentése, tehát nem a növelése, hanem a csökkentése. És hogyha jövünk ugye a lélek felé, ugye a szeretet, az együttérzés, és akkor most felsorolva a racionális gyógymódokat, hát ugye a leggazdagabb a gyógynövénygyógyászat. Hát a gyógynövényeket 13-14 féleképpen lehet bevinni a szervezetünkbe, akkor a fűszernövények, a gyógyélelmiszerek, a természeti elemekkel való gyógyítás, vagyis a levegő, a lehellet, a szél, tehát a szélbajokat szélgyógyászattal orvosolják, akkor benne van a víz, a tűz, a föld, a világfa, a fémek, a racionális és tehát az észszerű és a szertartásos mágikus gyógyításban benne vannak a kristályok, a kövek, akkor a manuálterápiák, az energoterápia, vagyis a kenés népiesen, mi masszázsnak mondjuk, a csontkovácsolás, vagy meglépés, ma kinetoterápiának hívjuk, benne van az állati és emberi váladékok, tehát kezdve a saját vizeletterápiától, a más
dolgok, akkor benne van a köpőzés, vagyis vákumterápia, akkor a mészúrás, a csaláncsípés, az alkoholos gyógyászat, tehát nagyon nagy eszköztára van a népi orvoslásnak. Nagyon köszönöm. Egy mondatot szeretnék erre az ilyen típusú felsorolásodra mondani, hogy én azt hallottam, hogy végeztek egy olyan kutatást, hogy hogyan gyógyulnak a betegek akkor, hogyha az orvos hisz abban, hogy meggyógyul, vagy nem hisz. Nem mondasz semmit se, csak belül, mit gondol, hogy meg fog a beteg gyógyulni, vagy nem fog. És kimutatták, hogy azok a betegek, akiknek az orvosa nem hisz a beteg gyógyulásába, azok boldogat. Te is hallottad? Azért, mert pont erről akartam akkor beszélni. Akkor mondjad. Akkor kivettem a szádból a szót. Nem beszéltünk össze. Szóval egy idézetet, nagyon rövid idézetet olvasnék, hogy fejben nem tudnám elmondani, Ijés Gyula írta az igazi orvosról, ő úgy nevezi, az igazi ember, hogy érte el azt, hogy valami a megnevezhetetlen reménység pesdítő lényomása volt a megjelenés, és akkor ott a pusztában, tehát amikor elment a betegekhez. Azt mondja, azzal, hogy olyan őszinteségre tudta kényszeríteni az elébe járulókat, aminőre azok házastársukkal, de még önmagukkal, még álmukban sem voltak képesek. Hisz egyetlen hazug szó, de hazug gondolat is elvette a gyógyító füvek és igék hatását. Hinni kellett. A tudósok a názáretitől orosztak, s aki hitt, az meg is gyógyult. Tehát nem csak az orvosnak kellene hinni, ahogy mondtad, a beteg gyógyulásában, hanem a betegnek is, mert sok olyan ember lehet, aki olyan kétségbe esett, vagy olyan szkeptikus, tehát olyan, hogy se Istenben, se emberben, vagy semmiben, és akkor persze úgy nem lehet valakit erővel meggyógyítani, vagy rá kényszeríteni, vagy hogy mondjam, a gyógyulást, azért az, de neki is hinnie kell. És hát visszatérve itt, Ilona említette, hogy a mai orvostudomány, és arra lehet, hogy félreérthető volt, amit mondtam, én sem mondom, hogy vessük el azokat az eredményeket, amiket felmutatnak így a fizikai vagy testi síkon, de az nyilván úgy kevés, mert ugye nem egészítik ki a sem szeretettel, nem tudják általában nyilván, nincs is mód rá, vagy erő, vagy idő, sem pedig más tényezőkkel, tehát hogy valóban úgy jó az, ha elfogadjuk azt, amit a világ fel tud ajánlani, de kiegészítjük, hozzátesszük az ősi hagyományok alapján, és ugye nagyon fontos, tehát erre is figyelni, hogy valóban az is kell a gyógyuláshoz, igen, valaki ott legyen, aki szeresse, aki nagyon együtt érez vele, és a tártosokat említettem még, igen, hogy egy kicsit térjünk rá, és így gondolkoztam, hogy mit is lehetne így ezzel kapcsolatban. Mert a sokaknak szerintem olyan nem hát én inkább a mitológiával foglalkozom, vagy a mitológiát kutatom, de ez az egy kis könyvem jelent meg, a Varázsgyógyítás címmel, ez is inkább a népi gyógyászat mágikus elemeiről, mert erről úgy tudom, nem nagyon írtak, mert még tanulmányok sem nagyon voltak, és ezért izgatott ez a téma. Ilona rengeteg könyvet írt itt a népi gyógymódokról, gyógyászatról, de hát mondom, nekem mindössze ennyi. De majd a végén bemutatja. Na, szóval igen, tehát a tátosokról mindenképpen érdemes megemlíteni, vagy nagyon fontos ezzel kapcsolatban, mert maradjunk a gyógyítás témájánál, hogy ugye ők a fény harcosai voltak, és ezt tudnunk, hogy régi magyar világkép az mindenképpen a világosság, sötétség, a jó és rossz, igaz és hamis ellentétpárjában gondolkodott. Tehát nem olyan világképünk volt, hogy mindent egy tényezőre akartunk visszavezetni, hogy szerintem az a zsidó-kereszténységben tagadhatatlanul kialakult egy olyan fajta monizmus bizonyos fokig, ugye mindent egy valamire visszavezetni, ez egy ótestamentumi istenkép, hogy Istentől jön a sötétség, a világosság, a jó és a rossz is. De hát a magyarok istene biztos, hogy a fény istene. Tehát a tátos mindig a fehéret képviseli, a fényt, és mindig nagyon határozottan kirajzolódik, hogy az egész mitológiánkban, a tátos hitben is az, hogy a tátos a boszorkányok és a nép ellenségeinek, támadóinak az ellenfele, tehát mindig védelmezi a népét, mindig ugye ő a jó oldal képviselő, ezért mindig a égi állatok képében, például a fehér bika alakjában küzd, ugye, és az ellenfél, a gonosz, a boszorkány,
az idegen, az fekete bika képében támad, vagy jön, ugye, és amelyik győz, az akkor annak megfelelő lesz, természetesen annak a következményei fognak érvényesülni, tehát ha ő akkor megmenekül mondjuk a falu népe a jégveréstől és a betegségtől és így tovább, ha viszont a fekete bika győz, akkor pedig ugye jön akár a pest is, vagy éhínség is így tovább. Tehát a betegség okokat is nyilvánvalóan alvilági erők befolyásának látták, nem pedig azt, hogy az Isten küldi a betegséget, meg a halált az emberekre, szóval ez teljesen téves, azzal egyetértek, hogy a bűnök. De a bűnöket úgy kéne értelmezni, vagy úgy lehetne szerintem értelmezni, hogy az Istentől való eltávolodás a bűn. Tehát ha a saját mag igazi önvalótól, lelkünktől és egyben Istentől távolodunk, akkor esünk bele olyan, főleg a szeretetlenség lévén olyan bűn, amit bűnnek lehet nevezni valóban, az mindig a szeretetlenség is benne van. Tehát figyeljük meg a lelketlenség, a szeretet gyógyít, akkor a szeretetlenség az nem tud gyógyítani. A szívtelenség, a szeretetlenség, a lelketlenség lehet ilyen szinonimákat hozni, az mindig benne van a bűnben. Ilona? És akkor ez a viaskodáshoz még hozzáteszem azt is, hogy a bábasszonyok, tudjuk, hogy ők voltak a leggyakrabban a gyógyítók, és még ez a viaskodás a bábasszonyoknál is megtörtént. Tehát tudjuk a kisponságból, hogy maradtak ilyen nyomok. A gyógyító egyéniségeket egy fél mondatban említettem, tehát nagyon fontos erről beszélni. Hát általában az édesanyák, nagymamák voltak, de férfi gyógyítók is. Hát elmondták nekem, hogy általában a manuál terápiákban és az asszonyok, ami könnyebb volt, és a nagyobb ízületeket a férfiak oldották meg. Na most még a gyógyító társadalom, ugye? Tehát ugye a specialisták. Hát azt figyeltem meg, hogy ezek az emberek egyéniségek. Hát ők mások, mint a közösség, tisztelik őket, elvárásuk is volt irántuk, ugyanúgy a bábasszonyokkal kapcsolatban, de sokszor a gyógyítókra vetítették ki a faluban a gondokat, vagy amiben tehetetlenek voltak, amit nem értett meg a falu közösség, akkor rávetítette a gyógyítókra. És még egy picit beszélnék, mivel ugye hát a holisztikus népi gyógyászat volt meghirdetve, azért egy bővített mondatot arról, hogy mennyire értékes a bába hagyományunk. Tehát hajlamosak a hivatalos orvoslásban, hogy bamonaságok, vagy milyen sok asszony meghalt. Hát tudjuk, hogy ma is halnak meg édesanyák, régen is haltak meg, de a régi szülés nem volt egy olyan lelki, szellemi trauma, hogy azért ne vállaljon a gyermekeket. És nem tudom, hogy mi van ma, hogy több mint 50% császármetszés van, tehát a szülés, illetve egyáltalán a gyermekáldás, az életadás, az egy szentség, az egy csoda. Sőt, a fogamzás előtt kezdődik, mert a régi faluban a közösség varázsolta a gyermekáldás, varázsolta a bőséget, nem hiába például megmaradt Moldvában, Csékban, Gyimesekben, hogy a lakodalmas háznál a világfa, mint szerelmi szimbólum. Na most mindenki várta a gyermekáldást, és nem az volt, mint ma, hogy ja Istenem, ha ennyi a fizetésem, a harmadik vagy második gyermeket nem tudom vállalni. Ugyanis azt mondta nekem én lakán, Székelyföldön egy idő székely férfi, hogy ha van madár, van bogár is. Ugye milyen divat ma a keleti gondolkodás és a keleti pozitív gondolkodás. Szerintem ennél szebb példája nincs a magyar pozitív gondolkodásnál, amikor azt mondja, ha van madár, lesz bogár is. Isten, ha bárákát ad, legelőt is ad hozzá. Most innen indult az a várandóság, innen indult az a lélek, az a gyermek, és a várandóság alatt olyan figyelemben volt része, és az édesanyának kötelessége volt magát egy emelkedett, egy áldott, egy boldog állapotban tartani, amely egy boldogságos szülésben végződött. Például az én bábás könyvemben 3 orgazmikus szülés van, ugye ma ez most megint divat, ezt kell mondjam. Akkor, hogy mi a nagy baj ma? Az,
hogy az Isten adta folyamatot nem tisztelik, tehát azt mondják ugye a régi világban született vagy szülők, hogy akkor született, amikor eljött az ő órája, amikor eljött az ő ideje. Tehát azért nem voltak ilyen komplikáltak ezek a szülések, mert egy életmagzat indíthatta be a saját születését, az édesanyjának a teste, lelke felkészült arra a nagy eseményre, plusz felgyűjtöttem azt az imádságot is, tehát a nehézkesek imádsága, tehát amikor már nagyon voltak, tehát amikor már közeledett a szülés, akkor ugye ezt imádkozták, és a támasztóasszonyok, a bábák, ők csak kísérték, tehát hál' Istennek ez a folyamat az ő sajátosságában, az ő sodrásában végigmehetett, és ezek az édesanyák megtapasztalhatták a vajudás szülés óráiban a gondviselés és az erőket, és a boldogasszony erőt, és a női őserőt. És én azt figyeltem meg, ugye mondottam, hogy több mint 1200 emberrel eddig elbeszélgettem, hogy amelyik édesanyától elvették a szülését, vagyis az anyává válását, sokkal hamarabb megijed, sokkal hamarabb pánikol, hogyha a kisbabája beteg, mint az, aki megtapasztalta ezt. Nem beszélve arról, hogy ugye a hormonális folyamat, ugye a szülés is egy mentális és spirituális folyamat, tehát nagyon nagy baj ez, ami ma van, és felgyűjtöttem ha normális vajudás szülés volt, de hál' Istennek például a hibákat is. Nem hál' Istennek a hibákat, tehát hál' Istennek azt a módszertant is, hogyha valami hibázott, tehát ha valami nehéz volt, ha elakadott a szülés. És ez megint egy nagyon szép és gazdag hagyomány és világ, az biztos, hogy az erkölcs, amit említettél, benne van, mert például egyet említek, hogyha például elakadt a szülés, és ugye különböző jelképes szertartásokat végeztek meg, ugye segítettek kedéssel, hőterápiával, mozgatással, testhelyzet változással, és ha nem ment, akkor például, ha volt a családnak egy haragosa, elhívták, kibékültek, és a haragosnak a kezéből itattak vizet a várandóssal. Tehát ugye milyen gyönyörű? És tudjuk, hogy a víz, ugye mi 70-annyi százalékből víz vagyunk, ha kibékülnek, ugye átprogramozódik a mi testünk, a mi vízünk, és az a víz is átprogramozódik, amit ugye megitattak a vajuda édesanyával, és akkor ugye megoldódott. Tehát az ősi gyógyításban az oldás az nagyon fontos, és ugye ami ma van sajnos, hogy ha ennyi óra alatt nem szül meg, akkor az már nem távol, vagy nem halad, vagy akarják, vagy gyorsítják. Hát például én másfél nap alatt szültem a fiamat, és tudjuk, hogy vannak, akik három nap alatt, két nap alatt születtek. És régen ehettek, ihattak az asszonyok, és ez megint nagyon nagy gond, mert ugyanis a szülés az egy munka. És az baj, hogyha ugye nem eszel, mert hát nem ételből is jön az erő. Ugye? Tehát kifárad, már a vajudás végére elfárad. Ezzel is vannak gondok, tehát ez lehetne egy napig beszélni. Az biztos, hogy mi szülésznél mondom, hát ugye nem mutatkoztunk be, nem mondtuk el. Én eredetileg szülésznőként dolgoztam, és hogy miért kutatom a magyar népi orvoslás és a bábaságot, az azért van, mert Kiskökölő mentén egy faluban születtem, Magfalván, szintmagyar református falu, és az én nagymamám gyógyítóasszony volt, de édesanyám, édesapám is ezeket tudták, és engem mindig tanítottak. És én mindig azt játszottam, hogy a babáim betegek, azokat gyógyítottam, és ezért adtak a szüleim Marosvásárhely egészségügyi középiskolába, később főiskolát végeztem, és ebben a szülésznői munkában, tehát 14 évig dolgoztam, mint szülésznő, én láttam a nehézségeket, a hiányokat, és én mindig emlékeztem az otthoni nagymamám, édesanyám módszereire, és amint 90-től lehetőségem adódott, természetgyógyászatot tanultam, jogáztam, reiki pranadás, stb. Nagyon belementem a keleti dolgokba, amíg egyszer nem éreztem azt, hogy de ezek engem elvisznek
a magyarságomtól, vagy a saját hagyományomtól, és utána végeztem néprajzot, és azt kell mondanom, hogy tudományosan gyűjtöm ezt az anyagot, és abban igyekszem, hogy szellemiségében, lelkiségében elnézést, visszaadjam az adatközlőknek a mondani valóját, és hogy ez a szellemiség ne sérüljön. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Vegyem a szót, nyugodtan persze, csak igen, én néhány gondolatot szeretnék itt hozzáfűzni, nagyon jó, hogy Ilona megemlítette a szülészet, vagy a bábaság témakörét, mert a boldogasszony a lehető legszorosabban, a boldogasszony hitünk a lehető legszorosabb összefüggésben van ugye ezzel, hát hiszen a boldogasszonyt a nagy bábának is nevezte népünk, tehát csak kitérnék arra, hogy nem véletlenül csengnek egybe a baba, a bába és a baba Mária nevek például, tehát ezek a szavaink és például a baba Mária név, ugye az istennő, nagy istennőnk egyik neve, hiszen a magyar, mondjuk a magyar ősvallás panteonjának az élén, ugye a nagy boldogasszonyát, hiszen a hát azt így szokták, egy kicsit hamis ez a fogalom, hogy a magyar és a matriarchális népek között. Tehát azok mondjuk azt, hogy azok a legrégebbi ősi kultúrnépek valamennyien ebben az úgynevezett matriarchátusban éltek, ami szerintem nem nőuralmat jelent a mai fogalmak szerint, hanem szerintem inkább a nemek kiegyensúlyozott viszonyára épült az, tehát egyáltalán nem valamiféle olyan nőuralomra, mint ahogy aztán patriarchális rendszerekben valóban megvalósult egy olyan fajta elnyomó férfiuralom, ami a ugye főleg a, hát mint ami a araboknál, meg bizonyos indo-európai népek elég ismert, ebben nem akarok belemenni nagyon, csak hát visszatérve arra, hogy a hét boldogasszonyt tisztelte a népünk, és olyan ókori párhuzamai vannak, mint az egyiptomi 7-6 hor, aki egy nagy szerelemistenű volt ugye Egyiptomban, nagyon hasonló vonásokkal, vagy ott van a indiai kultúrának az egész gyökereig visszavezethető, az indus-völgyi kultúrában megtalálták az ábrázolását, az úgynevezett Saptamatár, az azt jelenti, hogy a hét anya. Tehát ők mindig hét asszonyt ábrázolnak, ugye ezeken a domborműveken Indiában, ahol ezt az istennői hetességet mutatják be ábrázolásokban. Tehát egy olyan női istenségről van szó, aki mint azt lehetne mondani, hogy hét lelke van, hét szelleme a hét égi körnek megfelelően, és valószínűleg minden törzsünknek volt egy boldogasszony védő szelleme, vagy védő istensége. És a lényeg az, hogy ő a népének a táplálója, gyógyítója, védelmező és szaporítója. Tehát azért is szerelem Isten, mert a szüzességet pártfogolná, akkor alig a születnek gyerekek, ugye csak a szerelemből születhetnek, tehát pártfogolja nyilván a párkapcsolatokat épp úgy, tehát a szerelmet épp úgy serkenti, vagy elősegíti, ahogy általában a gyermekáldás. Tehát ő a nagy szülész, a nagy bába. Például van több csillagkép nevünk, amelyek összefüggenek a ősi csillagkép elnevezések, ennek a magyar mitológiában, a magyar mitológiának a részei, ugye például a bábasszony matullája, az másik nevén a boldogasszony matullája, vagy tehát ezek a sark csillag körüli csillagképek, a kismedve, az ugye hol a boldogasszony tálszekere, hol a tündérasszony tálszekere, tehát gyakorlatilag a tündérülön a istennő név is az egyik változata a nagy istennő neveinek, tehát a boldogasszony pedig így a magyarságnál inkább a székelységé lehetett eredetileg ez a tündér királynő vagy tündér Ilona elnevezés, inkább a székelységnél terjedt el. De a lényeg az, hogy a gabona istennője és a nagy istennő, aki, tehát így a kenyéri is, tehát aki táplálja a népét, mert az ősi legfőbb egyik táplálékunk volt a gabona. Ugye a magyar nagyon ősi gabona termesztő nép, és tehát ő a nagy bába. És hát ez a szomorú itt, hogy itt szó volt arról, hogy igen, hogy a mai szemléletmódról, ami így kijön ebben is, hogy gyermekszülés körüli, meg alattól való félelem, meg hasonlók, hogy mennyire eltér a mai ember már az ősi felfogástól, hogy
de csak elég annyit nézni, hogy a magyarság sem szaporodik jó ideje, és hogy a gyermekeknek csak egy része születik meg, ez a tragédia és a borzalom. Tehát, hogy nem olyan boldog az, hogy népe a magyarság is jó ideje már. Tehát én szerintem a kiút a mai válságból, az erkölcsi válság is, lelki is, és fizikai is, tehát nyilván nem csak önmagába kell nézni azt, hogy miért nem szaporodik a magyarság, hanem nézni kell ennek az okait, valóban szemléletmódbeli dolgokat. Tehát, hogy igenis, hogy minket az menthetne meg, lehet így mondani, hogy visszatérnénk ez a boldogasszony vallásunkhoz. És mondom, hogy igen kevéssé hasonlít Szűz Máriára, tehát ez a nagy istennő egy teljesen más karakterű szerintem. Az én kutatásaim alapján én így látom. És te nagyon sok könyvet írtál. Ha elmondanád, hogy hol írtál ilyenekről a kutatásaid alapján? Igen. Hát több könyvben is érintem. Hát a Szóban Bersz erről a Tátosok könyvében is, a Magyar Holottas könyvben is, a Boldogasszony kertjéről például ott írok. Tehát ugye van egy túlvilági dimenzió is a boldogasszony vallásnak, hogy neki van egy égi aranykertje, és tulajdonképpen halottak oda kerülnek. Tehát az ő mennyországába mennek vissza az ő népének a túlvilágra készülő utasai. Tehát, hogy ahogy ő hozza e világra és a magyarokat, vagy az ő népét, tehát most maradjunk a magyarságnál, hiszen a mi Istenünkről van szó. Éppen úgy ő is fogadja őket vissza, az ő mennyországába kerülnek. Tehát, hogy több könyvben és a Kerek Isten fájában is van szó a boldogasszony hitünkről. Ott írok a boldogasszony csillagképeiről, a szent állatairól, mint a szarvasról és a méhecskéről. Hát már maga ez érdekes, hogy ugye a magyar nyelvben a méhnek kettős jelentése van, ugye mint anyaméh és mint az állatnév. És azért érdekes, mert volt egy olyan régi mitológiai elképzelés, hogy a lelkek úgy rajzanak elő a napból, mint a méhek a kaptárból, tehát hogy igenis összefüggés láttak, és ez a nyelvünkben bele van élve nagyon mélyen, mert ezek ősi magyar szavak, és más nyelvekben ugyanez nincs meg, az összefüggés, hogy ugye a méhek, mint lelkek, mint szimbolikusan a lelkeket jelképezők is rovarok, ugye összefüggnek az, ugye a gyermek áldásra, tehát az anya méhbe jutás, a lelkeknek az anya méhbe jutásával. Például. Vagy még annyit, bocsánat, még egy érdekesség, hogy a görögöknél is volt ugye egy nagy istennő, mondjuk azt, hogy a kis-ázsiai kibelei vagy kebele istennő, aki ez a sok keblű szobrát Kis-Ázsiában volt megtalálható, pontosabban az ottani Artemisionban, a nagy istennő egyik szentélyében. Na most az ő papnőit, hát ez görögösített nevükön Melisszáknak hívták, és méheknek. Tehát a nagy istennő papja is, sőt a magát az istennőt, de ókori pénzeken egy nagy méh alakjában ábrázolják az Dianát, vagy Artemis másik nevű, ugye Diana, de van ilyen ókori pénz, amin rajta van ez a név, Artemis a Diana, és egy méh ábrázolás, egy méhecske. Nagyon érdekes. Ez csak úgy érdekes. Visszaadom a... Ja, úgyis jó. Nagyon örülök, hogy a boldogasszony tiszteletről és a hitről beszéltél, és a boldogasszony név nagyon sok gyógynövényünkben benne van. Én a bábás könyvemben összegyűjtöttem, nem pont, hát azért vagyok, hogy egymást kiegészítsük. És a nőnek az élet szakaszaiban, tehát amikor férhez adták, akkor ugye kiirtották el a boldogasszony poharát, amelyik egy áldás is, és ugye tudatosította benne, hogy ő édesanyja fog lenni. Akkor ugye boldog állapot, ugye a boldogasszonyság benne van. A szülés alatt a boldogasszony imádságok. A klasszikus felállás úgy volt, hogy a bábasszony és három támasztasszony, és kettő foglalkozott a testtel, a bábasszony és az egyik támasztasszony, és kettő mindig ült és a tiszta szobában. Tehát nekem minden felmenőm a tiszta szobában született, én vagyok az első, aki 63-ban kórházban volt kénytelen megszületni,
soha semmi probléma nem volt, mert ugye ez a szakrális érettér, plusz ugye mondták az imádságokat, és azért volt az nagyon fontos, hogy az áldást hozták, a gyermeknek az útját ugye tisztították, segítették, mert amikor ugye beindítja egy lélek a születését, akkor a téridők akkor kinyílik, az a lélek jön le, de akkor mások is akarnak jönni, és azért nagyon fontos, hogy a boldogasszony imádságok, vagy két asszony imádkozott, mert védték, és ugye ez az állapot, az egy éber állapot, és ők ebben a szakrális térben, és ezekkel az imádságokkal, és ők annyira összeértek, annyira együtt voltak, tehát ez szerintem régebb azért volt csodálatosabb és könnyebb asszonynak lenni, mert ilyen eseménykor egy szellemi, lelki, mentális, egy fantasztikus tapasztalat az asszonyok, ahogyan összedolgoznak, és hogy mennyire benne voltak, és mennyire tudták átérezni. Hát a Vábás könyvemben egy nagyon szép történet elejétől végig felgyűjtötte, amikor közeledett a kitolás ideje, persze tél nem volt, és támasztották a bába és a támasztanyszonyok hónaljánál fogva, mire közeledett a kitolás, arra a bába asszony megszólalt, és egy gyönyörű felajánlotta, hogy kérte a segítséget, nagyon szép imádság, megszületett a gyermek, hát nálunk a hagyományban mit mond minden bába és mindenki? Kifogtam a gyermeket, ez mit jelent? Nem az, hogy kinyomtam, kivágtam, kihajtottam, stb. Kifogták a gyermeket, tehát a mély munka és a gátizmok és a hüvelyizmok pontosan gyermekszülésre vagyó. És, tessék? Ja, értem. És én nem hiszek abban, hogy egy édesanyának a teste nagyobb gyermeket növesztene, mint akit meg tudna szülni, plusz lehetőség volt, hogy a magzat kilökő reflexbe induljon. Tehát annyira vizsgálat nélkül tudták, hogy mikor következik a kitolás, kifogták a gyermeket, ugye hát az első fürdőnek ugye rituális egészségvarázsról, szépségvarázsról szerepelnek, és a bába asszony az ablakhoz ment, tehát miután megfürdette, ugye egy fehér törőközőbe fogta az újszülöttet, kivitte az ablakhoz, a fényre, és megköszönte a teremtőnek, hogy a családot és a nemzetet még egy taggal gyarapította, és áldást mondott rá, azt mondta, hogy segítse meg a Jóisten, hogy a nemzetünk és családunk gyarapodására éljen. Tehát ez a nagy baj ma, hogy nem magyarul születünk, vagy nem ilyen hangulatban, tehát ezt most nem elfogultságban mondom, gondolom értik. Tehát ez, ami történik az életadása, gyermekadása, gyermekáldása, szülése, anyává válása, megszületése, nagyon nagy baj, hogy ez ma nem a hagyományok szerint történik. És hál' Istennek, hogy van dúlaképzés, de sajnos el kell mondanom, hogy az nem a magyar hagyomány, ez szemléletmód szerint van. Tehát valamiképpen, és nagyon örültem, hogy itt elhangzott, óvoda, iskola, egyetem, mindenhol ezt a tudást, amit te is, meg ugye, akit képviseljük, és nagyon sokan, hál' Istennek rajtunk kívül, valamiféleképpen vissza kellene tanítani, és hol kell kezdeni? Az édesanyákkal. Bartók Béla is azt mondta, amikor ugye a gyermekek zenei képzéséről volt szó, hogy hol kell kezdeni? Nem is csak 9 hónappal a születés előtt, hanem már az édesanyával. Tehát újra kellene az anyákat, mert azért nagymamát még tudják, tehát ez az idő, amikor kiesett, hogy az édesanyák kellett menjenek dolgozni meg. Ugye ez a materialista szemlélet nem engedte meg ezt a szellemiséget, de úgy gondolom, hogy megint akkor válunk, és nagyon örültem, hogy mondtad te is férfi létedben, ha megint a boldogasszony népe lehetnénk, és az ősi tudásunkat és hagyományokat újra tanulnánk, gyakorolnánk, de ebben nem csak a szellemiség lelkiség, hanem a konkrét tudás, tehát milyen gyógynövény, hogy a víz, a hőterem, tehát minden én úgy gondolom. Semmi, csak igen, most már egy, tehát annyira megosztozunk itt, lélekbe összekapcsolódtunk, tehát hogy már mikrofon is egy.
hogy így aztán el is felejtettem, hogy mit akartam mondani. Úgyhogy vissza is adom. Majd eszedjük. Hogy csak annyit így eszembe jutott közben, hogy egy előadáson már valamiért belefűztem ezt, hogy már annyira nem tudjuk, hogy mit kell csinálni, de ez tényleg közismert, hogy jellemző, hogy a mai ugye születési helyzet, vagy hogy lehetne ezt mondani, hogy egy vízszintes ágyon fekszik a szülőnő. Tehát valamennyi természeti nép tudta, hogy ismert a gravitáció törvényét, hogy nyilvánvalóan az könnyíteni a születést, ha valamiféle úgy is ábrázolták ősidők óta a szülőnőket egy ilyen guboló, vagy mindenkit egy olyan pózban. Tehát, hogyha legalább úgy meg tudnák azt oldani, hogy ennyi, mennyire abszurd ez, szóval, hogy úgy erőlködjön egy nő, hogy fekszik a hátán. Tehát nyilvánvalóan megkönnyíteni fele olyan, vagy kétszerűen gyorsan jönne egy gyerek, hogyha egy olyan helyzetbe hoznák, és erre valami hallgató mondta, hogy jó, hogy nem fejjel lefele tartják a nőket, hogy úgy szüljenek, szóval... Ezt azért örülök, hogy ezt mondtad, mert én az első gyerekem, amikor hát elég régen született, hát én, és nem is engedték még azt se, hogy oldalra feküdjek. Tehát nem az, tehát a hátamon. És az elsőnél ugye az általában hosszabb szokott lenni a vajódás, hát elég érdekes volt, és nem kívánom senkinek. Na most az igazság, odaadom neked, de már a vége van a beszélgetésünknek, úgyhogy visszakérem mindjárt a mikrofon. És nem beszélve arról, hogy a szeméremről, mert ugye régen az asszok állva, tehát szintén világfa, tehát boldog az, hogy oszlopa. Tehát a szülés körül boldog az, hogy oszlopa, pohara, papucsa, teje, átka, a könyveimben benne van, sok boldog az, hogy dolog. Tehát állva, kapaszkodva, támaszkodva, térden, guggolva, ülve szültek. És ezzel, hogy ma a nőket minden bogárhanyat fordítják, a szemérem, tehát az intimitás, a nőiességedet is sajnos sérti. Tehát ez is benne van a dologban. Hát elég kiszolgáltatott dolog egyébként. Hogy a bábák asszonyok voltak, bocs, csak ennyit, hogy nem férfi szülészek, hanem ugye asszonyok. Tehát ennek is megvolt a rituális, akkor gondolom, hogy minden más. De azért tetszik, hogy így átérzed, így férfiként. Hát nagyon köszönöm, szeretném kérdezni azért egy kérdést, ha valaki szeretne feltenni, arra van lehetőség. Többre nincs. Igen? Hol lesz az a terem, ahol folytatható beszélgetés? A terem, az fönt lesz a bordó terem. Tehát fölmegyünk a lépcsőn, és rögtön az első, jobbra az első bordó terem. Ki van írva? Bordó terem. Tehát igen. Ilonák is, hát itt neki van, nem is tudom, vagy 8 könyve, nekem ez a 3, vagy mindegy, csak hogy szívesen bárki figyelmébe ajánlnám szeretettel, hogy akit érdekel valamelyik, vagy megteheti, vagy megvegye, hogy dedikáljuk szívesen, és megmutatjuk, de meg lehet nézni minden könyvet. Ilona nevében is mondhatom. Mert... Igen, Ilonának tinktúrái is vannak, könyvei is vannak, de most megkérem őket, hogy aki még szeretne velük személyesen beszélgetni, akkor most ők könyvesből együtt fölmennek a bordóterembe, mert mi meg itt gyorsan átalakítjuk a termet, mert itt egy nagyon érdekes színjátékba fogunk kezdeni, mert megérkezett Varga Csaba, és folytatjuk a programunkat, ami megint nagyon érdekes lesz, de ti is mehettek nyugodtan. De még előbb megköszönöm nektek azt, hogy itt vagytok, és a tudásotokkal segítettek.